őszinte legyek, meglepetést okoztunk. Gratulálok a srácoknak, a szív, lelk, küzdelem. Nagyon sokszor nagyon jó, intelligens döntések történtek. Megmondom, meglepetést okoztunk, de mink bíztunk abba, és mink úgy készültünk, nyilván nem voltunk mink az esélyesebbek, tehát az, ahol nem kell, arról nem kell beszélni, de ugye, mint ilyen underdog helyzetben, ugye igazából kihasználtuk azokat a dolgokat, amik a Falco úgy mondjam engedett. De ezt meg tényleg egy igazi csapat munka, csapat küzdelem, mindegyik labdáig küzdöttünk, és a végén a jó Isten segített, hogy megnyerjük ezt a meccset. Lehet, hogy ott a rendes játékidőben meg tudtuk nyerni volna, de a hosszabbításban se nem adtuk föl. Megint mondom, a Falco ugye sokkal, hogy mondják, bővebb keret, meg mit tudom, de ezek a srácok, akik ma oda tették magukat, az egy óriási respekt a feléjük. Pre svega čestitke ekipi na pokazanom karakteru, pre svega. Mislim da, ok, imali smo problema što se tiče i faulova i Balint nije igrao, ali mislim da smo pokazali da možemo da igramo protiv svake ekipe i pokazali smo da kad smo u punoj, da kažem, snazi i želji, da i samopouzdanje dolazi i da pobedili smo najbolju ekipu u ligi. Tako da sve čestitke još jednom igračima i nadam se da će još biti ovakvih rezultata. Tehát gratulál a csapatnak, már a többi játékosoknak. Ugye nehezebb dolgunk volt Bálint nélkül, meg ugye, hogy elveszítettük a Diont elég, nem akarom mondani korán, de ugye, de megmutattunk, hogy mindenki ellen tudunk minőségre kosárlabdázni, a csapat megmutatta ezt a pozitív karaktert, a küzdelmet egymásért, meg a csapatért, és hogy bízik abba, hogy ilyen szintet fogunk képviselni a következő meccsekbe is. Yeah, that was more or less same game like last season here. Matt scored 3 points and after that we talk about this, to we just not want to receive the 3 points and they give us back and this is just 1 3 points of Drenovac in this game. But this can happen, this is luck or not luck, they deserve, they fight. I want to congratulation first to Debrecen. I think also to we play good game. And after the break, like I said before the game, every game is very hard and tough game. That's happened today. They deserve to win today and that's it. This is just one game and we need to continue. Season is long. Like Zozo said, they score in the same moment when we was very good defensively, some tough shot, 2 times Williams, okay, on the end Drenovac. But this is basketball. Sometimes go left, sometimes go right. Today, Debrecen win. I congratulate them. I congratulate to Debrecen. I wish them all the best. They are a good team, like I said, and that's it. Szóval, hogy a vezetőedző is elmondta, kísértetésen hasonlított a előző években látott mérkőzésre, ugye amikor Matthew Taibbi gyakorlatilag majdnem ugyanabból a pozícióval mérkőzésnyerő kosarat dobott a Falcónak. Ezt követően annyit szerettek volna elkerülni, hogy triplát ne kapjanak a következő támadásból, de ugye Drenovac kezébe került a támadó lepaton, és ezzel ki tudott egyenlíteni. Valóban egy végletekig kiélezett mérkőzés volt, és ahogyan azt Per Zoltán is elmondta, a vezetőedző is megerősítette, hogy olyan helyzetekből tudott néha a Debrecen kosarakat szerezni, amikor nagyon jól védekezett egyébként a Falco. Ugye a Williamsonnak volt 2 találata, egy és Drenovacnak is volt több ilyen nehéz dobása, de ilyen a kosárlabda, ugye egyszer fent, egyszer lent, kiszámíthatatlan, hogy hogyan alakul a játék, úgyhogy nagy tragédia természetesen azért nem történt a Falco oldaláról, ez ugyanúgy csak egy mérkőzés volt, amit most nem sikerült megnyerniük, de mennek tovább. Először is gratulálok a Debrecennek, úgy érzem, hogy megérdemelték a győzelmet.
egy végig kiegyenlített találkozón tudtak diadalmaskodni, volt pár extra dobásuk, elég sok, amit emberről együtt dobtak be, és ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Igazából támadásban is próbálkoztunk. Végén a zóna ellen kicsit lassabban játszottunk, és nem találtuk meg azokat a legjobb helyzeteket, úgyhogy sajnos ma így alakult.